Ferencváros önkormányzata nyilvános művészeti pályázatot hirdetett köztéri installációk létrehozására. A pályázatnak 7 nyertese volt, mi a kulturális műsorunkba bemutatjuk a nyerteseket. Ma Szalai Péter szobrászművészhez látogattunk el, aki a Prizma című BLM szobrot készítette el, és tavasszal a Ferenc téren láthatják majd ezt a művet. Az alkotásnak már a híre és az elkészült tervek is nagy visszhangot váltottak ki a nemzetközi sajtóban. Az installáció egy féltérdre ereszkedett szabadságszobrot ábrázol, szivárványos színekben, felemelt ökölbe szorított kézzel. Az alkotás 3D-s nyomtatóval készül, 12 darabból állítják össze. De hogy miért éppen ez az alkotás, ami majd kiállításra kerül, erről kérdeztük Szalai Pétert. Kb. Fél évvel ezelőtt készítettem el ennek az első verzióját, ami egy ilyen kisebb, 20 cm magas, kisebb verzió változata. Amit itt látunk, ugye? Amit itt látunk, igen, ez egy egyszínű dolog, és akkor amikor ez a pályázatra be kellett adnom, vagy szerettem volna beadni valamit, akkor ezt módosítottam, ezt az ötletet húztam elő, és ezt módosítottam így, ahogy látjuk. Ez hogyan készült? Milyen technikával? Mit lehet tudni róla? 3D nyomtatással készült, egy hőre lágyuló műanyagból, ami végül is egy feltekercsett műanyag szárról van szó, ami változik a színe 5 méterenként, és ebből adódik ez a jelenség, hogy szivárvány színben, vagy hát színváltós rétegekből építi fel a gép, mivel ennek a nyomtatónak a befoglaló mérete az limitált, tehát fel kell darabolnom, egyszerűen technikailag is így lehetett megoldani, hogy fel kell darabolnom a szobrot, hogy ebben a méretben ki tudjam nyomtatni. Miért éppen a szabadságszobor? Azon hát, túl már megvolt a kis változata, a verziója. Igen. Igazából próbáltam valami olyan szimbólumot keresni, vagy olyan kiinduló formát, ami kicsit tágabban az egész világon felismerik, hogy mi ez. Ebben az esetben azért, mert ugye a szabadság szimbóluma ez a szobor Amerikában, és most végül is térdre kényszerül ezekkel a feldíszítésekkel, vagy módosításokkal. Hát a szabadság, amitnek végül is az elvesztése történt meg így az intézkedések miatt. A szoborról megjelent hírek után több e-mailt is kapott a művész, melyben a szobor ledöntésével fenyegették. Fel vagyok rá készülve, tehát lesznek felvételek, ez úgymond a történethez fog tartozni, hogy ha ledöntik a szobrot. Hát most ez egy példány kerül oda a térre, azon kívül ez 3 plusz 2 példányban van limitálva. Tehát bármikor cserélhető akkor, hogyha úgy van. Hát illetve igen, tehát hogy több, ja, nem fog megsemmisülni, úgymond a dolog. Ez egy, hogy mondjam, egy fájl igazából, amit bármikor ki lehet nyomtatni, akármilyen méretben. A szoborral nem a BLM mozgalom mellett vagy ellen foglal állást a művész, inkább a két olvasat között lebeg, elsősorban a jelenség foglalkoztatja. Az alkotást idén tavasszal 2 hétig láthatják majd a Ferenc téren.